Magyar Evangélikus Egyházunk hagyománya szerint engedjék meg, hogy áldást mondjak életükre, fölvállalt szolgálatukra. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Engedje, hogy szolgálatotokat az ő legjobb akarata és legjobb tudásotok szerint végezzétek Isten dicsőségére, emberek hitrejutására és sokak üdvösségére. Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Wir haben jetzt ungefähr 340.000 evangelische Christen in Österreich. Ausztriában mintegy 340.000 evangélikus él. Nagyon izgalmas évszázadok állnak mögöttünk. A kezdetek visszanyúlnak a reformáció korára. A 16. század végére Ausztria szinte teljes egészében evangélikussá lett. Ám ezt követően, akárcsak Magyarországon, nagyon erősnek bizonyult az ellenreformáció. Sok evangélikust elűztek lakóhelyükről. A legnagyobb támadást 1731-ben szenvedtük el, amikor Salzburgból 20.000 evangélikus száműztek. Kaiser Josefs II. Und da haben sich im heutigen Österreich 1781-ben jelent meg II. József türelmi rendelete, amelynek nyomán 70.000 ember jelentette ki, hogy a lutheránus egyházhoz tartozik. Nagyon fontosnak tartom ezt a kiállást. Ma a vallást sokan kizárólag személyes ügynek tartják. Ám a türelmi rendelet nyomán a hatóságok előtt mindenkinek személyesen kellett nyilatkoznia arról, hogy melyik egyházhoz kíván tartozni. Dass man diesem Glauben angehört. 1956 sind ja sehr viele Ungarn nach Österreich gekommen. 1956-ban nagyon sok magyar menekült Ausztriába. Mint közismert, országunk igazán befogadónak bizonyult. In der lutherischen Kirche sind sie nicht so zahlreich. Nagyon hamar megalakult a magyar lelkigondozói szolgálat Szépfalusi István vezetésével. Az ő tevékenysége nem korlátozódott Bécsre, hanem szinte egész Ausztriára kiterjedt. Időközben aztán változott a helyzet, hiszen a magyarok ma már nem menekültek, hanem teljes jogú állampolgárok és az osztrák egyház tagjai lehetnek. Sodass sich auch der Charakter der ungarischen Seelsorge verändert. Und mit der Gründung einer evangelisch-lutherischen Gemeinde innerhalb unserer Kirche, aber als ungarischsprachige Gemeinde schlagen wir sozusagen ein neues Blatt. Indokolt volt egy magyar gyülekezet megalapítása az osztrák egyházon belül. Ezáltal új fejezet kezdődött a közösség életében. Also wir wollen das nicht die Assimilation betreiben, sondern wir wollen wirklich Vallom, hogy az emberek számára lehetővé kell tenni, hogy anyanyelvükön imádkozzanak, énekeljenek és közösségi életet éljenek. Nem szorgalmazzuk az asszimilációt, ellenkezőleg. Lehetővé kívánjuk tenni a magyar hagyományok ápolását. Ez a bécsi gyülekezet ma már híd szerepet is be tud tölteni. Az Európai Unió keretein belül mindig lesznek olyan diplomaták, üzletemberek, vállalkozók és diákok, akik bizonyos időt töltenek itt, Bécsben. Az ő számukra egy magyar gyülekezet az anyaországgal való kapcsolatot is jelentheti. Frau Solymár ist Theologin, die hier in Wien studiert, eine Dissertation macht. Jelenleg Solymár Mónika, bécsi magyar ösztöndíjas doktorandusz gondozza a gyülekezetet, lényegében a szabad idejében. Hivatalosan Meszmer Otto őrszigeti lelkész a gyülekezet adminisztrátor lelkésze. Ő ugyanis erdélyi származásuként magyar anyanyelvű és hivatalosan az osztrák evangélikus egyház állományába tartozik. Eddig a burgenlandi őrsziget jelentette az egyetlen magyar gyülekezetet, íme most Bécs lett a második. Hier vorgenommen worden ist von zwei Bischöfen. Sokat elárul az a tény, hogy két püspök szolgálatával iktatták be az új presbitériumot, hiszen Szebik Imre magyar püspök és jómagam egyaránt jelen voltunk. Ez azt jelenti, hogy mindketten nagyon fontosnak tartjuk a bécsi magyar gyülekezet ügyét. Egész Ausztriára kisugárzása lehet annak, ami itt történik. A A legfontosabb persze az, hogy az itteni magyarok változatlanul szívügyüknek tekintsék ezt a gyülekezetet. Az osztrák egyház vezetése támogatni fogja őket ebben. Van itt Bécs belvárosában a császári palota főbejárata előtt egy tér, és annak a közepén Mária Terézia szobra látható. Ő ül a trónon, és alatta a talapzat alján lóháton állnak a vezérei. Amit kevés ember szokott észrevenni az az, hogy Mária Terézia ülve is körülbelül 10-szer akkora, mint a vezérei lóháton. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor Szépfalusi István elment közülünk váratlanul, akkor egy olyan űr keletkezett mögötte, amit mi most, ez a kis csapat, igyekszünk bepótolni. Több vagy kevesebb sikerrel. Mint menekült érkeztem Ausztriába, és kaptam egy telefonszámot Magyarországon, hogy ezt nem szabad leírnom, csak fel kell hívjam ezt a számot, és kisebb félreértések után, de ez az evangélikus gyülekezetnek a száma volt, és én így megérkezésem második napján már is újságot csomagoltam az ausztriai gyülekezet postájának, és hát azóta eléggé aktívan részt veszek a munkában. Tulajdonképpen az Ausztriába került még élő magyarok mindegyik generációja képviselve van közöttünk, tehát vannak olyanok, akik a háború alatt, illetve után kerültek Ausztriába. Utána a legnagyobb generáció az 56-osok generációja volt. Ezt követően a 60-as években egy kisebb csoport került Ausztriába, és 70-es, 80-as évekbe, főleg a 80-as évek közepén Erdélyből nagyon sokan jöttek Ausztriába. Most rajzolódik ki az, hogy hogy fogjuk megteremteni a gyülekezeti életnek az anyagi bázisát, ez is egy nagyon fontos kérdés. A másik számunkra nagyon fontos kérdés a lelkész feladatkörének a megoldása. Jelenleg Solymár Mónika, aki itt az itteni egyetemen a doktorián dolgozik, látja el a gyülekezetet, és a presbitérium egyhangú határozata és a gyülekezet támogatásával szeretnénk őt megnyerni minél hosszabb időre a gyülekezeti munkára, szolgálatra. Feleségemet itt a követségen ismertem meg, az ő szülei dolgoztak a követségen, most már lassan 10 éve vagyunk házasok, 2 kisfiunk van, Rafael, aki 8,5 és a Rudi 7,5 évesek, itt járnak iskolába Bécsbe, de a gyülekezetnek fontos kis tagjai ők is. Hol van lehetőségük hittant tanulni? Sajnos itt az elmúlt nehéz időszakban, hogy nem volt állandó lelkészünk, nem tudtunk a gyerekek oktatására magyar nyelven lehetőséget teremteni, de egyébként az osztrák iskolai rendszerben természetes adottság az, hogy a gyerekek hittanoktatásban vesznek részt. A mi gyerekeink ide a mi utcánkba, tőlünk egészen közel a piaristákhoz járnak iskolába, és onnan átjárnak a belvárosi evangélikus gyülekezetnek a hittanóráira és kis istentiszteletekre is. Bornemisza Péter Társaság 1960-ban alakult meg, március 20-án. Ez azt is jelenti, hogy közeledik a 45 éves évfordulónk, amit méltóan szeretnénk megünnepelni. A Bornemisza Péter Társaság abból a célból alakult, hogy az ausztriai magyarság körében az értékes magyar irodalmi és kulturális hagyományokat terjessze, A másik célja pedig az volt, hogy kapcsolatokat teremtsen a Kárpát-medencében lévő irodalmi társaságok között. Az első időszakban kapcsolatokat keresett a nyugat-európai irodalmi társaságokkal, a Mikeskelemennel Hollandiában, a Szepsi Csomorral Londonban, a Magyar Irodalmi Társasággal Párizsban, az irodalmi füzetek, a Magyar Füzetek szerkesztőségével. A következő lépésben pedig a kiemelkedő magyar irodalmi és kulturális személyiségekkel próbált kapcsolatot felvenni, ami sikeresen meg is történt. Következő gondolatot talán abban jelölné meg, hogy kinyúlt a Bornemisza Péter Társaság a határokon kívüli irodalmi mozgalmak fele is, és ilyenképpen viszonylag nagyon korán felvették a kapcsolatot Erdélyben Kányádi Sándorral, és már 70-es években Kányádi Sándor az Irodalmi Társaság vendége volt Bécsben. Persze Kányádit követték a többi, ő hozta magával és küldte maga után a többi jeles kiemelkedő irodalmárokat Erdélyből, Sütő András, akkor Farkas Árpád, magyari. Tehát lassan ez hagyományá vált, hogy az erdélyi írók és költők Bécsben otthonosabban érezték magukat, mint az anyaországban, Magyarországon. Ez a névadás természetesen tudatos volt ezelőtt 44 évvel, és Szépfalusi István, aki megalakította a Bornemisza Péter Társaságot, feleségével, Szépfalusi Mártával mindvégig tudatosan a Bornemisza Péter szellemében vezették a társaságunkat. Talán megemlíteni Szépfalusi Istvánról, hogy ő is jeles műfordító volt, és író volt, irodalomszervező volt, és azon kívül evangélikus lelkész volt nem csak Bécsben, hanem egész Ausztriában. Később a 80-as évek végéhez közeledően lassan kiterjesztette a Bornemisza Péter Társasága a tevékenységét és a hatását a Kárpát-Ukrajnára is, tehát Kárpátaljára, már azelőtt pedig a szlovákiai magyar, kiemelkedő magyar, tehát a felvidéki magyar személyiségeket is célba vette. Később pedig bevonták a délvidéki magyar vezetőket is, irodalmi személyiségeket is, úgyhogy lényegében az egész Kárpát-medencére kiterjedt a Bornemisza Péter Társaság tevékenysége. Az én feladatom, önként vállalt feladatom, hogy a Másokért Együtt című havilapot szerkesszem. Ez a lap a Bécsi Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bornemisza Péter Irodalmi Társaság közös lapja. Tehát megtalálható benne minden, ami az evangélikus egyházi élettel kapcsolatos esemény, hír, gondolat, illetve ami a Bornemisza Péter Társaság rendezvényeit illeti. Most igyekszem úgy szerkeszteni a lapot, hogy valóban olvasmányt is nyújtson, tehát igyekszem bemutatni a mindenkori vendégeinket előre, ilyen volt Kányádi Sándor vagy Jókai Anna, tőlük egy-egy szerintem ismeretlenebb írást is beteszek, hogy előre is tudják az emberek, hogy kiket fognak majd látni, ha eljönnek a Bornemisza Péter Társaság rendezvényeire. Az 1700 példányszámnak körülbelül egyharmada külföldre megy, természetesen elsősorban a magyar lakta területekre a Kárpát-medencében, de nagyon sok szám jut el Kanadába, az Egyesült Államokba, Ausztráliába és még Új-Zélandban is. Körülbelül egy éve működik a Bornemisza Péter Társaság honlapja, elmondom a címet, 3V után bornemisza.at, mint Ausztria, és külön felhívnám a figyelmet, hogy Bornemiszát egyessel írják, mert ő a protestáns Bornemisza családhoz tartozott, tehát kétessel nem fog feljönni a honlap. A honlap két nyelven készült, magyarul is be lehet lépni, és németül is be lehet lépni, hiszen nekünk fontos, hogy az osztrák barátaink is megismerhessenek. Ami a magyar alapot illeti, ott megtalálható benne a Másokért Együtt archívuma és a mindenkori legfrissebb száma, amely letölthető és kinyomtatható. Megtalálható benne a Bornemisza Társaság története és leírása. Úgy szintén megtalálható a Bécsi Magyar Evangélikus Gyülekezet története és leírása. Nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen egy Romániának az egyik legnagyobb evangélikus közösségébe születtem bele, és ott nevelkedtem. Tudniillik, ha jól tudom, 2400 főt számlál ma a brassói evangélikus közösség, és ez talán a legnagyobb Romániában. 86-ban tulajdonképpen nem Magyarországra kerültünk, hanem Magyarországon keresztül Ausztriába menekültünk. Azt hiszem, ezt nem kell nagyon magyaráznom, ez eléggé tudott volt, hogy abban az időben, abban a sötét időszakban mindenki, akinek sikerült, vagy módja volt rá elmenekülni, vagy úgy érezte, hogy ott már nem tud élni, az eljött Erdélyből. Volt, aki Magyarországon maradt, volt, aki továbbment. Mi tovább jöttünk. Sikerült tovább jönni, ha nehezen is, és így kerültünk Pécsbe. Menekülttáborban voltunk mi is, mint sokan mások, és Szépfalusi István keresett meg bennünket, vagy mind sokunkat, és ezáltal kerültem a bécsi evangélikus közösségben. Mi részese vagyunk az országos osztrák evangélikus egyháznak. Hedvig Sturm püspök úr beiktatott minket az új presbitériumot, és mi most már bátorkodtunk hozzáfordulni kérelmeinkkel. Nagyon szeretnénk, hogyha sikerülne egy fél lelkész állásnak a fizetését, hogyha tudnák nekünk biztosítani. Ez számunkra nagy segítség volna. Nagyon reméljük, hogy támogatást kapunk a budapesti evangélikus egyház részéről is. Természetesen az első segítség az inkább lelki volna, lelki támogatás. Mi igényeljük ezt, és főleg az Erdélyben, mivel mi egy páran most onnan elszakadtunk, hogy segítségünkre legyen úgy a mi életünkben, itt a tevékenységünkben, a presbitérium keretében, mint a kapcsolattartásban az erdélyi közösséggel, az evangélikus egyházzal. Én a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél dolgozom, és ottan is hát annyi mindenkivel összejövünk, de nem csak európaiakkal, hanem kínaiakkal, japánokkal, oroszokkal, nem tudom, a világ különböző népeivel, a krémjével mondjuk úgy is lehetne mondani. És így hát sohasem éreztem azt, hogy kilógok valahol, vagy mindent. Mindig bele tudtam vegyülni ebben. Mi, ha úgy vesszük, az öcsémmel együtt, mondjuk a menekülés közben a Hadak útján születtünk. Én Ázsiában, Franciaországban, Amerikában telepettünk le. Édesanyám Erdélyben született, ami most Romániához tartozik, édesapám Kassán született, ami Szlovákiához tartozik, és mi mind magyarok vagyunk. Szóval ez az nemzetközi vagy világállampolgár, hogy mondjam, sok helyen jól érzem magam, ahol vagyok. Szóval. De hát legszívesebben, hát mondjuk Nagy-Magyarország területén. Amikor a budapesti teológián tanultam, azután Sopronba kerültem, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumba, liceumba, és ott iskolelkészként dolgoztam, nagyon szívesen végeztem ezt a munkát, és nagyon nagy örömöt jelentett számomra ez a munka, és miközben ezt a feladatot végeztem, aközben egyre inkább megismerkedtem a valláspedagógiával, valláspedagógiai kérdésekkel, és úgy gondoltam, hogy ezzel tudományos formában is szívesen foglalkoznék. És jött az a lehetőség valamilyen formában, hogy itt a bécsi teológián Gottfried Adam, ő a valláspedagógia professzora és a dékánja, és fölajánlotta számomra azt, hogy itt egy doktori írhatok, ebben részt vehetek. Tulajdonképpen így kerültem Bécsbe, és a gyülekezettel pedig úgy kerültem kapcsolatban, hogy mivel itt voltam Bécsbe, kaptam egy évet az iskolától arra, hogy a munkámat, doktori munkámat végezzem, és a gyülekezet pedig éppen egy olyan helyzetbe került, vagy akkor még nem gyülekezet, hanem tulajdonképpen még nem alakulhatott meg gyülekezetként, de egy olyan helyzetbe került, hogy a lelkészi munka állandó jelleggel igaziból nem volt biztosítva, és valamilyen formában így kerültem kapcsolatban a gyülekezettel. A Szebik Imre evangélikus püspök is bíztatott arra, hogy ebben a helyzetben jó lenne, hogyha a lelkészi szolgálat biztosítva lenne, és számomra is egy kihívás volt tulajdonképpen, mert egy olyan gyülekezetet kellett pásztorolni, akik még igaziból nem voltak gyülekezetként összeállva, viszont szerettek volna egy közösségként létezni. Nincsen saját templomotok, hanem vendégek vagytok. Ki fogadott be benneteket? A Linden Gassai evangélikus gyülekezet itt Bécsben. Őnekik van egy kis kápolnájuk, illetve van egy nagyobb méretű templomuk, és egy alaksori helységük, ahol különböző gyülekezeti termek állnak rendelkezésre. És ez tényleg azt lehet mondani, hogy ez az egész épület együttes, ez kitűnően alkalmas arra, a mi gyülekezetünknek arra, hogy helyt adjon. Eddig a gyülekezetnek a tagjaiból nagyon sokan voltak, akik a menekültként kerültek valamilyen formában ide, és aztán utána pedig itt kezdték el a saját életüket, és így váltak a gyülekezet tagjaivá. Viszont most ebben az új helyzetben, amikor ugye a határok már régóta nyitottabbak, most az, hogy az Európai Unióhoz Magyarország is csatlakozott, ezáltal még inkább egyfajta mozgás indult meg. Így például ösztöndíjasok vannak, akik ha csak egy évre vagy egy-két évre, de a gyülekezethez elvileg csatlakozhatnak, és szeretettel várunk is gyülekezeti tagokat ilyen formába.